Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Veszélyben a rekreációs központ, elbukhatja a város a pénzt, mert az Éjjel-Szekszárd új helyszínt akar. Új edző Bonyhádon, tapasztalt szakember került a Völgységi Város hivatalának élére. Bezárják az óvodát, Siógárdot is elérte a koronavírus. Jogosítvány nélkül okozott balesetet a 15 éves fiú. Öten utaztak az autóban, többen súlyosan sérültek. Elbukhatja Szekszárd azt a pénzt, amit a városba tervezett rekreációs központra kapnak az államtól, mert az Éjjel-Szekszárd frakció nem az eredeti helyszínen akarja megépíteni a létesítményt. Az eredeti tervek szerint a rekreációs központ a még kivitelezés alatt álló Újószoda mellett kapna helyet. Az Éjjel-Szekszárd viszont a korábban életveszélyessé nyilvánított régi úszoda épületében akarja kialakítani a létesítményt. Ács Rezső viszont most azt mondja, az elmúlt időszakban többször is egyeztetett a pénzügyminisztérium illetékes vezetőivel, akik egyértelművé tették, hogy a beruházáshoz adott támogatás csak az eredeti helyszínre jár. Így fog kinézni a Szekszárdra tervezett rekreációs központ. A Modern Városok program részeként tervezett épület 1800 négyzetméteres lesz. Melegvízi ülőmedence, gyermekmedence és pancsoló is helyet kap majd itt, de kozmetikát és masszázstermet is álmodtak a tervezők. Erről még az előző ciklusban született döntés. Az Éjjel-Szekszárd viszont azt tervezi, hogy a fejlesztés nem az eredeti helyszínen, hanem a korábban életveszélyessé nyilvánított régi úszoda épületében kap majd helyet. Ezzel teljesen átírnák a korábbi terveket, és a régi épületre még pénzt is kellene költeni, hogy mennyit azt nem lehet tudni. Ács Rezső viszont azt mondja, az elmúlt időszakban többször is egyeztetett a pénzügyminisztérium illetékes vezetőivel, akik egyértelművé tették, hogy a beruházáshoz adott támogatás csak az eredeti helyszínre jár. Az MVP-ben, Modern Városok programban meglevő szerződések azok már élő szerződések, és a rekreáció is. A városnak élő szerződése van Magyarország kormányával arra vonatkozóan, hogy megvalósuljon a beruházás, de azon a helyszínen, ahol eredetileg terveztük. Tehát más helyszínre való átvitele az különböző nehézségbe ütközik. Ács Rezső arról is beszél stúdiónk vendégeként, hogy az Éjjel-Szekszárd tervei miatt a város úgy járhat, mint az orvosi rendelő esetében. Ott miután a többségi frakció leállította az eredeti helyszínen az építkezést, vissza kellett utalni 62 millió forint támogatást. Félek attól, hogy itt is el tudjuk veszíteni majd a forrást, és akkor, hogyha új sportcsarnok, fürdő és befejeződik végre úszoda, akkor ennek a harmadik lába nem fog megépülni azon a helyszínen, mert nem lesz rá majd forrás. Ács Rezső interjújával kapcsolatban megkerestük Bomba Gábort, az Éjjel-Szekszárd frakció vezetőjét is. Szerettük volna tőle megtudni, nem tartanak-e attól, hogy a tervük miatt újabb támogatástól esik el a város. Bomba Gábor viszont adásunkig nem válaszolt a kérdésünkre. Átlépte az 1000-et a Tolna megyében a járvány kezdete óta regisztrált koronavírusos betegek száma. Csütörtök reggelre 1018 főt tartottak nyilván, ami 49 újabb esetet jelent szerdához képest. Az országban csütörtök reggelre 3928 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést. Ezzel 94.916 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 84, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 2147 főre emelkedett. 22.823-an pedig már meggyógyultak. 50 milliárd forintból újabb pályázatot ír ki a kormány a közepes beruházások támogatására. Azok a cégek kaphatnak maximum 280 millió forintos támogatást, amelyek vállalják, hogy beruházásuk nyomán senkit, egyetlen munkavállalót sem bocsátanak el. A támogatás az egész beruházás egyharmadát teheti ki, így akarja enyhíteni a kormány a koronavírus második hulláma által okozott gazdasági visszaesés mértékét. Továbbá megemelik 20 milliárd forinttal 70 milliárd forintra a nagyberuházási támogatási pályázat keretösszegét. 71 nagy vállalat így 206 milliárd forintnyi nagyberuházást tud végrehajtani, amivel összesen 60 ezer munkahelyet védenek meg. Fitzinger Ágnes személyében új jegyző vezeti a Bonyhádi polgármesteri hivatalt. A város hivatalának új vezetője 25 évnyi a közigazgatásban eltöltött munkatapasztalattal rendelkezik.
volt ügyintéző a Bonyhádi önkormányzaton, polgármester Váralján, és 5 esztendőn át vezette a Dombóvári járási hivatalt. Fécinger Ágnes azt mondja, érdekes, új szakmai kihívásként tekint a Bonyhádi hivatal vezetésére. Nagyon vonzott a szakmai kihívás része, hiszen egy 10 településből álló közös önkormányzati hivatalról beszélünk. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szép és komoly feladat, hogy úgy biztosítsuk ennek a 10 településnek az önkormányzati igazgatását, hogy az a jogszabályoknak mindenben megfeleljen, és az állampolgároknak és a képviselőtestületüknek is az elégedettségét szolgálja. A rendőrség célirányosan is ellenőrizni fogja a bevezetett védelmi intézkedések betartását, például tereken, éjszaka is nyitva tartó boltok környezetében, mondta az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője csütörtöki online sajtótájékoztatóján. Hétfőtől a rendőrség kereskedelmi hatósági jogkört kapott, amely lehetővé teszi az ellenőrzéseket az üzletekben, és akár bezárással is sújthatja azokat a helyeket, amelyek nem tartják be a védelmi szabályokat. Szerdán 2 kereskedelmi egység üzemeltetőjét részesítették figyelmeztetésben, 3 üzemeltetőt sújtottak bírsággal, 2 üzletet pedig bezárattak 3 napra. Új lakóövezetet alakítanának ki Nagymányokon, hogy legyen hol élniük azoknak a szakembereknek, akik a város ipari parkjában fognak dolgozni. Erről stúdiónk vendégeként beszélt a város polgármestere. Karl Béla azt mondta, hogy az elmúlt évek alatt gazdaságilag megerősödött a völgységi város, annak a fejlesztési koncepciónak hála, aminek részeként az ipari parkot is kialakították Nagymányokon. A polgármester szerint a jövő egyik nagy feladata egy olyan lakóövezet kialakítása lesz, mely otthont adhat az ipari övezetben dolgozó családok és a beköltözni vágyók számára. Szóba került munkásszálló építése, és ami jó is lenne, meg nem is. Jó lenne, mert ugye tudnánk helybehozni sok munkaerőt, viszont az valószínű egy ilyen fajta, mert messziről is lehet hozni munkaerőt, akkor azt meg befagyasztaná a bérhúzó erőt. Tehát akkor ugye kapok máson olcsóbban, akkor inkább messziről hozok, beteszem a munkásszállóba. Tehát ez egy olyan kétélő, ezen el kell gondolkodni, hogy melyik lenne a jobb megoldás. Én hosszú távon azt gondolnám, hogy egy letelepedéssel járó városfejlesztés lenne a cél. Bezárják a Siolgárdi óvodát. Az intézményben dolgozó egyik dadus koronavírusos lett, így a polgármester úgy döntött, hogy a gyerekek, illetve a közösség védelme a legfontosabb, és bezárják az intézményt, mielőtt a vírus tovább tudna terjedni. Közel 40 gyermeket érint az intézkedés. A Siolgárdi Kisfecskék óvoda és mini bölcsőde egyik dadusa koronavírusos lett, azonban nem csak a tesztje lett pozitív, hanem tüneteket is produkál. Nemrégiben több kollégájával egy továbbképzésen vettek részt, itt fertőződhetett meg. Munkatársai egyelőre nem mutattak tüneteket, de a járvány terjedésének lassítása érdekében a polgármester úgy döntött, bezárják az intézményt. Egy hétre lezárunk, ez főleg azért, hogy a vírus mutatta jelek kijöjjenek akár az érintett személyi kollégáival szembe, vagy akár a gyerekeken, és ebbe az egy hétbe el fog dőlni, hogy utána mi legyen a következő lépés. A dolgozók körében kontaktkutatást indítanak és felveszik a kapcsolatot az érintettekkel. Ez nem csak az intézmény munkatársait, de az idejáró mintegy 40 gyermeket is érinti. A későbbiekben a kutatás hozta eredmények alapján fogják meghozni a döntést, hogy mikor telhet meg újra élettel a Siolgárdi óvoda és bölcsöde. A legfontosabb továbbra is szerintem az, hogy megelőzzük ezt a vírust, ezért is kell ilyen döntést hozni, hogy ugye az óvodát lezárni, hogy nehogy véletlenül tovább terjedjen. A másik pedig az, hogy utána fontos döntést kell, hogy mikortól és milyen formában nyitjuk újra. A polgármester elmondta, hogy az önkormányzat mindent megtesz, hogy ez minél előbb bekövetkezhessen, már az intézmény fertőtlenítése is szervezés alatt van. Lopott autókkal ment randevúra egy 15 éves fiú. A Faddi gyermekotthonban élő fiatal 2 autót is elkötött néhány nap leforgása alatt. Előbb Fadról, majd Tolnáról vitt el egy-egy leparkolt autót, amiket a rendőrök Szekszárdon találtak meg. Mindkét kocsi nyitva volt, és sluszkulcs is volt bennük. A fiú miután elfogták, a rendőröknek azt mondta, hogy a barátnőjével akart kocsikázni, ezért vitt el az autókat.
A fiatalkorú romantikus autótolvajnak hamarosan bíróság előtt kell felelnie a tetteiért. 15 éves jogosítvány nélküli fiú okozott súlyos balesetet Dunaföldváron. A kocsiban öten ültek, mindannyian rokonok. Közülük többen komoly sérülést szenvedtek, az autó pedig a felismerhetetlenségig teljesen összetörött. Nem ez volt az elmúlt napokban az egyetlen olyan baleset, amit jogosítvány nélküli fiatal okozott. Vasárnap Budapesten egy 17 éves fiú csapódott oszlopnak, a sofőr a helyszínen meghalt. Fejtetőn állt meg a Dunaföldváron felismerhetetlenségig összetört autó. Egy 15 éves izsáki fiú vezette, jogosítvány nélkül. A kocsiban a fiatalkorú sofőrön kívül még négyen utaztak, mindannyian unokatestvérek voltak. 13 és 15 év közöttiek voltak. A 15 éves fiú unokatestvérénél tartózkodott, amikor egyik este úgy döntött, hogy barátjával együtt elviszik a unokatestvérének az autóját. A fiúk öten beültek a gépjárműbe, és Dunaföldvár utcáin kezdtek el autózni. A 15 éves sofőr túl gyorsan ment a kocsival, ami emiatt előbb egy patkának, majd egy villanyoszlopnak csapódott, végül két másik parkolóautónak ütközött. A képeken jól látszik, milyen hatalmas erők hatottak az autó karosszériájára. Többen súlyosan megsérültek a balesetet követően, és két parkolóautót is összetörtek. Az eset körülményeit a paksi rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztályán vizsgálták, a 15 éves fiatalembert közötti baleset gondatlan okozása vétség, valamint járműönkényes elvétele büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Nem ez volt az egyetlen baleset mostanában, amit jogosítvány nélküli fiatalok okoztak. Ezek a felvételek vasárnap hajnalban Budapesten készültek. A videón jól látszik, ahogy a sötét színű autó nagy sebességgel hajt át a piros lámpán. A következő kamera képe pedig már azt is megmutatja, hogy a kocsi kisodródik és egy oszlopnak csapódik. Az autót vezető 17 éves fiúnak nem volt jogosítványa, ő a helyszínen meghalt. 14 éves utasa pedig életveszélyes állapotban került kórházba, úgy tudni azóta már stabilizálták az állapotát. Ennél az esetnél a rendőrség orvos szakértő bevonásával vizsgálja, hogy a sofőr és utasa egyáltalán használták-e a biztonsági övet. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Tárgyal a város és a vásárcsarnok bérlői. Az ellenzék szerint ez csak búhockodás. Megemlékeztek az 56-os hősökről. Koszorúzott Pécsen a polgári oldal. Biztonság. Népszerűek az iskolaőrök Somogyban is. Megtartották első találkozójukat a pécsi vásárcsarnok bérlőinek képviselői és a városvezetés nevében a gazdasági ügyekért felelős alpolgármester kedd délután. A vállalkozók maradni akarnak a régi épületben, amíg nem épül meg az új, azonban a mostani vásárcsarnokot el kell kezdeni átépíteni abból az elnyelt 800 millió forintos pályázati pénzből, amiről nem akar lemondani a város. Ezért egy-másfél évre ideiglenes helyre kellene költözniük az üzleteknek, termelőknek, kereskedőknek. A helyi Fidesz szerint érdemi tárgyalások kellenek, hiszen 200-300 család megélhetéséről van szó. A vásárcsarnok bérlőinek képviselői és Pécs alpolgármestere ezeken a fotókon. Kedd délután tárgyaltak egymással a felek, akkor készültek ezek a képek. Mint ismert, a bérlők nem akarnak kiköltözni a régi csarnokból egy átmeneti helyre, amíg elkészül az új vásárcsarnok. Ezért kezdtek tárgyalást a városvezetéssel. Nem látok semmilyen valós alternatívát arra, hogy ez a vásárcsarnok elköltözik. Teljesen mindegy, hogy hová, úgy gondolom nincs ma olyan hely Pécsen, ami ezt az átmenőforgalmat, buszpályaudvart, belváros közelségét, nyugdíjas vásárló közönség megszokottság, tehát ami ezt tartani tudná. Mondja az egyik képviselőjük. Az alpolgármester azonban még nem tudta megmondani, hova költöztetnék a vásárcsarnokot. Így hangzott el, hogy van több helyszín, konkrét helyszín nem hangzott el továbbra sem. Ezt egy ismerkedő találkozónak mondta az alpolgármester, mondja Jordán András. Közben a pécsi Fidesz szerint érdemi tárgyalások kellenek, erre szólítják fel a városvezetést, hiszen kedden a vagyonhasznosító vezetője ott sem volt. 2-3 millió forint körüli nettó fizetést kap az ügyvezető úr, akkor illene részt vennie azon a tárgyaláson, ami mégiscsak az ő fennhatósága. Ő fogja majd a szerződést megkötni a bérlőkkel, ő fogja letárgyalni azokat a szakmai feltételeket is, ami alapján eldőlhet a sorsa a jelenlegi bérlőknek, illetve az új bérlőknek. De egy szó mint száz, ezt egy politikai színjátéknak tartjuk, nem érdemi tárgyalásnak.
Ezért kérjük és felszólítjuk a városvezetést, hogy haladéktalanul kezdjen érdemi tárgyalásokba a bérlőkkel. A Fidesz szerint el kell érni, hogy a régi vásárcsarnok felújítását, ami miatt ki kell költözni, halasszák el. Vagy le kell mondani a kapott 800 millióról, amit erre az átalakításra kaptak, mert fontosabb a helyi családok megélhetése ennél. Kerestük a városházát is az ügyben, de híradónkig nem kaptunk választ, hogy mi az önkormányzat elképzelése a helyzet megoldására. Keddi közleményükből csak az derült ki, hogy folytatni akarják a tárgyalást a bérlőkkel. Koszorúztak a polgári oldal pártjai szervezetei a pécsi 56-os kopjafánál, a Várfal sétány tövében szerda délelőtt. November 4-én az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján az áldozatokra emlékezve rótták le kegyeletüket a megjelentek. A korábbi években mécses gyújtást tartottak ugyanitt, azonban a járvány miatt ez idén elmaradt. Főhajtás és koszorúzás az 56-os kopjafánál Pécsen. November 4-én a forradalom vérbefolytásának, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján a szabadságharc áldozataira emlékeznek országszerte. Pécsen is az életüket feláldozó, a megtorlás éveiben megölt, meghurcolt hazafiakról szólt a tiszteletadás, mondja az önkormányzati képviselő. Azokra a százezrekre, akik elhagyni kényszerültek az országot, azokra a milliókra, akiket a Kádár rendszer elnyomott, nem engedett érvényesülni, próbálta korlátozni a különböző lehetőségeiket, és azokra, akiket aztán különböző módon meghurcoltak, bebörtönöztek, ellehetetlenítettek, ugye ez is ezrekről van szó. Sajnos itt a járvány következtében nem tudtunk a szokásos esti nagy tömeget vonzó gyertyagyújtást, mécses gyújtást megtartani, de úgy gondoltuk, hogy ennek ellenére is szűk körben pécsi polgári közösség tagjaival fontos, hogy erre a szomorú alkalomra megemlékezzünk. Délelőtt koszorúztak a járvány miatt a polgári oldal pártjai, szervezetei idén a Nemzeti Gyásznapon. A pécsi közgyűlésben résztvevő pártok mellett koszorút helyezett el a Fidelitas, a Vitézi Rend, illetve a pécsi polgári közösség is. Szeptember 1-e óta 12 alkalommal kellett kényszerítő eszközhöz folyamodni az iskolaőröknek, akik összesen 257 esetben intézkedtek az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint. Összesen 443 intézményben teljesítenek szolgálatot. A Somogy TV egy siófoki iskolában kérdezte meg, milyen tapasztalataik vannak az iskolaőrökkel. Kiderült, az adott intézményben nem volt még példa komolyabb beavatkozásra, de a tanulók és a tanárok is örülnek a jelenlétüknek. Ha kell, felszólítja a diákokat a maszkviselésre, de tájékoztatást is ad a tantermekkel kapcsolatban az iskolaőr. Szerintem nagyon jó, hogy itt vannak, mert nincsenek balhék, és nincsen olyan, hogy valaki nem veszi fel a maszkot. Az intézményben több mint 600 diák tanul. A nagy létszám miatt is fontos, hogy iskolaőr felügyeli a rendet. Nagyon fontos szerepe van az iskolaőrnek, hiszen nálunk már régóta, több mint 6 éve működik az iskola rendőri szolgálat, az iskolának az ellátása, és nem csak egyszerűen a hétköznapokban, a mindennapi rend fenntartásában segítenek, hanem különböző programokban is részt vesznek. Az intézmény vezetője azt mondja, náluk elsősorban kisebb szóbeli viták miatt kellett eddig közbelépnie az iskolaőrnek. Sokan az iskolaőröket összekötik a nagyon durva személyiségjogi sértések, fizikai bántalmazása. Én úgy gondolom, hogy itt nálunk a legfontosabb szerepük nem ebben van, hanem a kisebb diákcsínynek tekintett, de mégis súlyosabb problémáknak a kezelése az, ami nálunk fontos szerepet kap. Itt gondolok például az internet használattal kapcsolatos személyiségi jogok kérdésére, vagy például a verbális bántalmazásra, amelyek szintén problémát jelentenek, illetve nálunk ezek jelentik a problémát, és ebben segítenek ők. Szeptember 1-e óta 12 alkalommal kellett kényszerítő eszközökhöz folyamodnia az iskolaőröknek, akik összesen 257 esetben intézkedtek. A Baross Gábor Technikumban azonban több területen is segítenek a szakemberek. Az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint 443 intézményben teljesítenek szolgálatot iskolaőrök. És most nézzük Tolna megye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Veszélyben a rekreációs központ, elbukhatja a város a pénzt, mert az Éjjel-Szekszárd új helyszínt akar. Új jegyző Bonyhádon, tapasztalt szakember került a Völgységi Városhivatalának élére.
bezárják az óvodát, Siógárdot is elérte a koronavírus. Jogosítvány nélkül okozott balesetet a 15 éves fiú. Öten utaztak az autóban, többen súlyosan sérültek. Pénteken frontmentes, nyugodt idő várható, szűrt napsütés lesz jellemző. A hőmérséklet az évszakos átlag körül alakul. Éjszaka sem érkezik a térség fölé felhőtakaró, így gyorsan hűl a levegő, hajnalban ismét előfordulnak fagypont közeli értékek. Párásság foltokban kötképződhet. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!